mindannyiunk és az én szomorúságomra és az én feladatom, hogy a KCKT ügyrendjét bemutassam, mint egy olyan szerkezetet, amelyben utána magunkat el kellene helyeznünk, mindannyiunknak reménység szerint. Először is persze egyfajta ilyen missziói küldetésnyilatkozatból indul a dolog, tehát ugye a hazai kábítószerhelyzet értékelése, a szükséges szakmai állásfoglalások kialakítása, a hazai szakmai közélet, valamint saját érdekképviseletünk megszervezése lenne az a cél, amelyet itt ezen a szervezeti formánból megpróbálunk megvalósítani demokratikus, humánus, kreatív és szolidáris módon, hogy elnök úr örökbecsű gondolatait továbbigyem. És az ügyrend felsorol egy csomó feladatot, amelyeket itt lehet látni, talán olvasni is valamennyire. Sok minden, amelyik természetes része a munkálkodásunknak, lehet, hogy bővítenünk kell, lehet, hogy valamit nem fogunk megvalósítani. Haza és nemzetközi addiktológiai helyzet értékelés, azért addiktológiai ebben az értelemben, mert messze nem csupán, eleve a fogalmaknak itt egy ilyen nagyon zavaros összefüggésrendszere van, drog, kábítószer, addiktológia, szerhasználat, pszichoaktív szerek. Tehát ugye ezek ilyen halmazok, amelyek különböző módon fedik egymást. Az addiktológia ebben az értelemben egy tágabb keret, amelyikben minden olyan szerhasználati vagy magatartási zavar probléma benne szerepelhet, amelyik valamilyen módon mi szabva területünkhöz tartozik. Tehát kitekintünk például a pálinka főzésre is. Tehát például ez ezt jelenti. A szakmai közélet elemzése, szakmai érdekek képviselete, vélemények, szakértői anyagok, állásfoglalók és szakmai irányelvek kialakítása a különböző kutatás vagy szakmaterületeken, szakpolitikák kialakításának és megvalósításának elősegítése, összehangolása, amennyire van erre módunk, jogszabályok megalkotásának akár kezdeményezése is, az más kérdés, hogy meddig jut vele a KCKT, vagy pedig ilyen jogalkotási folyamatoknak a véleményezése, ez pedig akkor is, hogyha esetleg ez nem kívánatos. És hát a mindenkori nemzeti stratégiák és azok cselekvési programjainak véleményezése, megvalósításuknak a való rátekintés, szakmai fejlesztések, képzések elősegítése, szakmai közélet kialakítása. Fontosnak tartom, hogy valami fajta végre egységes, valamennyire közösen elfogadható szakmai, etikai normák kialakítása is megtörténjen. És hát ennek a KCKT-nak a dolga, a drogszakmai civil ombudsman szakmai háttérfeladatainak is az ellátása. 7 darab munkacsoportot tervezünk, lehet kevesebb, lehet több is. A mai eseményeknek, megbeszéléseknek ez eredménye lett, de később is ez nyilván változhat. Most jelenleg ennyit látunk, és ezekre átmenetleg ügyvezető vezetőt kérünk fel, vagy kértünk fel. Ezeknek a szakembereknek a szemében, mindaddig, amíg a munkacsoportok maguk meg nem választják a Dunajegén vagy máshol a saját vezetőjüket. A működési rendet nem szöveges formában mondanám el, hanem egy ábrás vizualizációban. Tehát van most 7 darab munkacsoport. Ez egy alulról szerveződő intézmény, lehet, hogy van elnöke, de nem az elnök a legfontosabb. Az elnök az csak facilitál, elősegíti a folyamatokat. Persze nagyon jól, de hogy alapvetően ennek a lényege, mint minden civil szerveződésnek az alapstruktúrájában, 7 darab munkacsoport, az előbb ezek felsorolásra kerültek. A munkacsoportoknak mindig van vezetője, akit megválaszt alakuló ülésén a munkacsoport. A munkacsoportok egymással is összefüggésben vannak, de elsősorban is a testületen keresztül, tehát magán a kábítószer civil koordinációs testületen keresztül szervezi magát ez a 7 darab csoport, amelyik nem más, mint önmaga, már annyiban, hogy ez a testület nem más, mint a 7 munkacsoport vezetője, plusz az elnök a jelenlegi formában.
Tehát ott folynak össze azok a kérdések, szakértői anyagok, amelyek nem csupán egy munkacsoporthoz tartoznak. Mondjuk simán és kizárólagosan prevenciós kérdésekben felhatalmazott a munkacsoport is, hogy megfogalmazza az állásfoglalását. De olyan kérdésekben, amelyek kettő vagy több munkacsoport együttes véleményét is igényli, és ilyen módon egy átfogó és egységes véleményt igényel, ezt a testület fogja megtárgyalni és egy végső álláspontot létrehozni, illetve mindazt, amit a testület egyébként meg akar tárgyalni. Ennek a vezetője természetesen az elnök, Személyáci János. A testület létrehozhat eseti bizottságokat is, ezek a szatelitek ott a szélén, amennyit akar bizonyos kérdésekre, és biztos vagyok benne, hogy lesz is erre szükség. Itt vannak az eseti munkacsoportok. Illetve az egész KCKT-nak munkacsoportostól, testületestől, eseti munkacsoportostól egyfajta szakmai biztonságot ad, hogy a szakma, hogy mondjam, excellenciájából, legkiválóbbjaiból, illetve a már eleve erre felhatalmazottakból, tehát az a négy darab civil szakmai szakember, akik már eleve megkapták ezt a bizalmat, amikor még jól működött, vagy valamennyire működött a kábítószer koordinációs rendszer állami szinten, ők alkotnak egy szakmai tanácsadó testületet, amely hát tanácsolja a folyamatokat, egyfajta szakmai háttérbiztonságot kölcsönöz az egész munkának. És talán ez az utolsó lényeges szempont, hogy az utolsó előtti, hogy az elnök munkája titkár segíti, nem titkárság, mert azért ekkora kapacitásokkal nem rendelkezünk, de egy titkár, igen, Ambrózai Anikó lesz a titkár, kérlek, hogy mutasd meg magad, aki kedvesen és határozottan fogja szervezni a munkacsoportoknak az üléseit, a testületi ülést, és a jegyzőkönyvet vezeti, és minden egyéb ilyen borzasztó adminisztrációs terheket is magára vállal, de egyben ez biztosítja a szoft működést. A végén pedig ez is egy nagyon fontos funkciója ennek a testületnek és az ő munkacsoportjainak, hogy kvázi szakmai kiszolgálója, háttérbázisa lesz a drogszakmai civil ombudsman ténykedésének. Így áll össze ez a dolog. Persze számos ilyen összefüggést itt nem soroltam, föl lehet olvasni, ki hogyan kezdeményezhet napirendi pontot, gondolom ez most nem ennyire fontos. Talán az fontos, igen, az egy fontos dolog, hogy hogyan lesz tagsága az egész testületnek. Ez egy alulról szerveződő dolog, mindenki az egyes munkacsoportokban jelentkezhet. Aki szakember, szakirányú végzettsége van ezen a területen, illetve aki az addiktológia területén, tehát a kiterjesztettebb területen, nem kizárólag csak van a kábítószer használókkal foglalkozó, valamilyen intézménynek, legyen az ellátó, szolgáltató, kutató intézet, tagja, munkatársa, itt eldöntendő kérdés, hogy legyen-e egyben tagja a négy szakmai szervezet egyikének, és ez legyen-e egy előfeltétele, szűkíti, de megerősítené a szakmai együttműködést, ezt majd el kell dönteni a mai napon. Ugyanakkor viszont mégis valahogyan limitálni kell, abban a reményben bízva, hogy óriási tömegek fognak akarni ezekbe a munkacsoportokba jelentkezni, és mivel legalább 150 pontos adatunk nincsen, mert különböző halmazokban állnak előttünk, de legalább 100-150 olyan intézmény, szervezet van, amelyik csak és kizárólag kábítószer függőkkel foglalkozik, vagy kábítószer problémával foglalkozik, és ezen túlmenők sokkal több van, akik addiktológiai kérdésekkel. Tehát úgy döntöttünk, hogy intézményenként egy embert, egy szakembert lehet egy munkacsoportba delegálni, illetve maga az ernyőszervezet, a négy ernyőszervezet egy munkacsoportba három embert még ezen felül delegálhat. Így jön létre a tagsága
a munkacsoportoknak, és még egyszer a testületet pedig a munkacsoportok vezetői és az elnök alkotja. Ez az alulról felmenő rendszer, és nem pedig a fölülről lemenő. Ez a kerete a mostani elképzeléseknek, amelyek nyugodtan változhat egyébként, részleteiben és egészében is, de ne nagyon, akkor felborul. Mindenesetre annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, arra kérünk mindenkit, hogy jelentkezzen a valamelyik munkacsoportba, majd a szünetben, kint a Andoriánál, ott ahol a regisztráció történt, és akkor ezekben a munkacsoportokban történik majd a megvitatása működésnek, értelemnek, témának, mit kell behozni, mit kell ejteni, majd annak lesz egy önálló forgatókönyve. És akkor most megkérem Felvinczi Katalint, hogy arról beszéljen ő, hogy hogyan látja, hogyan képzeljük el a KCKT-nak, mint testületnek az ilyen területi, lokális leképeződését.